Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, én Nagy Dóra vagyok, a Magyarság Kutató Intézet Nyelvtervezési Kutató Központjának tudományos segédmunkatársa, és itt ül velem szemben Őri Vilma nyelvész, a Nyelvtervezési Kutató Központunk tudományos tanácsadója, nyugalmazott tanszékvezető, akivel a nyelvpolitika és nyelvstratégia Európában egy, a Kárpát-medencei országok magyar kisebbséget érintő nyelvpolitikája című kötetről fogunk beszélgetni. Először talán beszéljünk a kötet címéről. Miért a római egyes, és miért az alcím? Hogyan függ ez össze a nyelvi tervezéssel, és így kutatóközpontunkkal? Hát amilyen hosszú a cím, magyarázatra is szorul, mert egy hallás után ezt nem lehet megjegyezni, sőt, még megérteni sem nagyon. Azért van a fő cím, és az, hogy egyes, mert ez egy könyvsorozatnak az első kötete. A könyvsorozat európai nyelvstratégiákat, illetőleg nyelvpolitikákat tartalmaz, tehát olyan vizsgálódásnak, munkának az eredménye, amikor az Európa országainak nyelvpolitikáját, nyelvstratégiáját vizsgáltuk, tehát akár azt, amit írott, külön írott szöveg törvény nélkül alkalmaznak, akár azt, amikor van rá írott szövegük, írott törvényük. Na most ennek az első kötete, az két kötetet fog kitenni a többi európai ország, ez az első kötet a Kárpát-medencei országokra vonatkozik. Ugye ez az a hét ország, amelyikkel mi, Trianon óta, illetőleg akkor nem hét volt, de az utóbbi két-három évtizedben szomszédosak vagyunk, és amelyeknek a nyelvpolitikája erősen befolyásolja azt, hogy a magyar kisebbség milyen helyzetben él a Kárpát-medencében a határokon kívül. És egyébként minden európai országnak van nyelvpolitikája, illetve nyelvi tervezése, vagy hogyan működik ez? Én azt hiszem, hogy nyelvpolitikája mindegyiknek van, akkor is, ha ez látens, tehát kifejtetlen nyelvpolitika. Valamire minden ország törekszik, még az is nyelvpolitika, ha egyáltalán nem foglalkozik a nyelvével. Ilyen volt például Németország, nagyon érdekes, hogy még az sincs benne az alkotmányukban, hogy a hivatalos nyelv a német, és egyáltalán semmi a német nyelvről, viszont látensen az emberekben bennük van egy német nyelvvédelmi hajtóerő, szándék, és ez megmutatkozik akár politikai szinten is, különösen bizonyos pártoknál. Van, ahol viszont ezek deklarált, kifejtett törvények, akár nyelvtörvény, akár nyelvstratégia. A kettő erőssége nem egyforma, a nyelvstratégia sokkal inkább egy nyelvpolitikának a leírt, vázolt és kidolgozott menete, tehát hogy lehet azt a nyelvpolitikát végrehajtani. A nyelvtörvény az sokkal inkább gátakat szab, miközben elben ennek a különbségnek nem feltétlenül kellene meglennie. És miért éppen Európára esett a választás? Ez nagyban eltér más kontinensekhez képest, tehát abban az értelemben, hogy hogyan viszonyulnak a nyelvpolitikához, vagy általában véve a nyelvhez? Én azt hiszem, bár sokat ezzel nem foglalkoztam, hogy Európában többet foglalkoznak ezzel. Tehát az öreg kontinens a nagyjából azonos rendszerű közösségek nemzetté válási folyamat következtében, ha nem azonosan viszonyulnak is a nyelvhez, különösen a történelem folyamán ugye ez változhat, azért van benne valami közös. És én azt mondtam volna elsőként válasznak, hogy mert európaiak vagyunk. Tehát ami körülöttünk van, az mindig közvetlenül befolyásolja azt, ami nálunk van. Vagy azért, mert hasonlítunk rá, vagy azért, mert azzal ellentétben teszünk valamit, de mindenképpen ahhoz viszonyítjuk magunkat, és nem egy dél-amerikaihoz, vagy afrikaihoz. Ugyan a kötet alcíme eléggé egyértelmű, de azért mégis megkérdezem, hogy nem gondolkodott-e azon, hogy Magyarországot is meg lehetne vizsgálni abból a szempontból, hogy milyen nyelvpolitikát folytat a magyarországi kisebbségi nyelvekkel kapcsolatban. Ez többször fölmerült, és meg is kell ezt tenni.
ebbe a kötetbe semmiképpen nem fért volna bele, mert ugye az a magyar belső nyelvstratégia része, miközben ez is azé is, mert hogy magyarok élnek odakint, de az valóban csak a belső magyarországi dolgokra vonatkozik, vagy érvényes. Viszont amiért meg ilyen sokáig inkább mellőztük, az azért van, mert jelentős kisebbsége, olyan jelentős kisebbsége Magyarországnak, nemzeti kisebbsége, amilyen például Romániának van, vagy Szlovákiának van, Ukrajnáról nem is beszélve, nem a magyar kisebbség jelentős, de ugye sok a kisebbségi, nem beszélhetünk. Tehát valószínű az egészben, az egész nyelvstratégiában, nyelvtervezésben, nyelvpolitikában fontos helyet tölt be, de nem, a számot, nem olyan számottevő, ezért a jelentősége sem annyira nagy, azt gondolom. De feltétlenül foglalkozni kell vele, különösen azért szerintem, mert akárhogy is például a roma, mint bármilyen kisebbség, mert ugye hol ilyen, hol olyan kisebbség, egyszerűen az oktatás, a szocializáció és egyéb terén Magyarországban valósul, vagy nem valósul meg, vagy Magyarországon. Tehát ez lényeges. Értem, köszönöm szépen. Most engedje meg, tanárnő, hogy egy rövid időre átvegyem a szót, és mint a kötet egyik szerkesztője, néhány szót mondjak a kötet felépítéséről. Alapvetően a kötet egybeszerkesztett, a tanulmányok egybeszerkesztett sorozatából áll, ezeket Őri Vilma nevéhez kötjük, tehát ő a tanulmányok szerzője, és a kötet két fő részre tagolható. Az első részben van egy bevezető tanulmány, majd a második részben pedig 7 elemző tanulmány. Az említett első bevezető tanulmány részletes képet ad a Kárpát-medencében élő kisebbségi helyzetbe szorult magyar beszélő közösségekről, nyelvhasználatukról, és átfogó stratégiai lépéseket fogalmaz meg. A második fejezetegységben pedig a kötet utódállamonként mutatja be a magyar kisebbségek nyelvhasználati, nyelvi jogi helyzetét. A kötet minden szomszédos állam esetében egy átfogó stratégiai csomagot nyújt, amelyben javaslatokat fogalmaz meg, és ezek a javaslatok azt tárgyalják, hogy az adott régióban élő magyar kisebbség anyanyelvének megtartásához mi szükséges, vagy mik szükségesek. De vissza is adnám a szót most tanárnőnek. Mit tudná elmondani az egyes tanulmányok tartalmáról? Hogyan épülnek fel ezek? A tanulmányok is szinte mint nyelvstratégiai részfejezetek azonos logika szerint épülnek fel. A mindegyiknek az első része egyrészt a demográfiai helyzetről ad képet, utána következik a törvényeknek, azoknak a törvényeknek a nem egyszerű felsorolása, hanem rövid ismertetése, amelyek a nyelvhasználatot befolyásolják. Tehát lehetővé teszik, vagy korlátozzák. Ezután, miután a törvények megvannak, a közigazgatásban, a nyilvánosságban az anyanyelv használhatósága, tehát mennyire lehet a törvények alapján használni, mennyire nem, mennyire befolyásolják egyéb körülmények. Például olyan, hogy bár törvény van rá, nem hajtják végre. Vagy bár törvény van rá, nem is bánná az állam, amelyikben élnek, ha megvalósulna, de maga a magyar közösség nem él a lehetőséggel. Vagy nem tud róla, vagy az egyszerűbb utat választja, mert már megszokta, hogy románul, szlovákul és a többi beszél. Ezután következik a nyelvstratégiának mindig egyik legfontosabb része, az oktatás. Tudnélik, az anyanyelvű oktatás kisebbségben az a legfontosabb pontja és feltétele annak, hogy minél tovább megőrizhető legyen az anyanyelv, a magyar identitás, maradjunk ebben. Tehát az anyanyelvhez kötődik a leginkább az identitás. Na most az országokban különböző módon lehet anyanyelven tanulni. A legtöbb szomszédos országban lehet alsó tagozatban magyar iskolába járni, többen a nagyobbakban, tehát ahol több a magyar kisebbségi. Ott teljes általános iskolában is lehet magyar nyelven tanulni,
sőt, gimnáziumokban is kevés van belőlük, de igen, és az utóbbi időben szerencsésen megnőtt azoknak a felsőoktatási intézményeknek a száma, ahol az oktatási nyelv is magyar. Tehát nagyon lényeges az oktatási nyelv. Itt foglalkozunk a tankönyvekkel is. A tankönyv, vagy az oktatás és a tankönyvek után általában a kultúrára térünk ki, tehát azokra a területekre, amelyeket ugyan a törvény szabályoz, hogy milyen média felületeket kapnak, hogy könyvtárat nyithatnak-e, hogy rendezvényeken milyen nyelvű meghívókat kell kiadniuk. Viszont ez legalább annyira igényli a kisebbségnek az önszerveződését. Tehát az, hogy ők legyenek motiválva arra, hogy magyar módon éljék a kulturális életüket. Tehát ez nem olyan szorosan kötődik a törvényekhez. Ide csatolható még az egyre inkább szekularizált világban is a vallási élet. Tehát az, hogy anyanyelven hallgathatnak-e misét, istentiszteletet, vagy részt vehetnek-e benne, és ez határon túl azok számára, akiknek fontos a vallás, sokkal súlyosabban esik latban, mint idehaza. Azt hiszem, ezt mi szinte nem is értjük. Tanárnő már részben utalt a nyelvi jogi helyzetre, de most mégis azt kérdezem, hogy erről részletesebben mit tudná elmondani, tehát hogyan értékeli ebből a szempontból az egyes szomszédos országokat? Lehetne akár csoportokat felállítani, de talán jobb, ha azt mondom, hogy 7 ország 7 féle jogi helyzet. Vannak jobbak, és vannak kevésbé jók. A jobbak általában a délszláv államok, érdekes módon, a szlovének és a szerbek, ahol a jugoszláviai múltból megmaradt valami kisebbségi kultúra, legalábbis törvényi szinten. Tehát jogok vannak, Szlovéniában például hivatalos nyelv a magyar, holott nagyon kevés a magyar anyanyelvű, a magyarul beszélő. Szerbiában viszont a vajdasági autonóm tartomány olyan jogokkal rendelkezik, amilyen jogokkal nagyon sok országban nem. Nagy kár egyébként, hogy ugyan megvannak ezek a jogok, de nagyon korlátozottak. Tehát nagyon vissza van szorítva, hogy miben dönthetnek. Általában véleményt mondhatnak, és tudjuk, hogy ez mennyit ér. Na de ezek a jobbak. A rosszabbak azok az országok, és talán mondhatom, hogy Románia, Ukrajna és Szlovákia, ahol az idő változásával, vagy haladtával változnak ezek a törvények, változik a helyzet, de időről időre újra rosszabb lesz. Ahol az országnak, annak az államnak, amelyben élnek, olyan önérvényesítő törekvései vannak, tehát a saját nemzetük önérvényesítő törekvése, amely kizár minden mást. Ezt szoktuk mondani, hogy a Kárpát-medencében ez azért van, mert e három ország területén, sőt, hát ezt Szerbiát nyugodtan hozzávehetjük, feltétlenül arról van szó, hogy nagyon sok ember és nagy terület átkerült ezekbe az országokba, és egyszerűen, jogosan vagy nem jogosan, de félnek attól, hogy túl sokat engednek meg a kisebbségieknek. Na most, ahol magyar kisebbségiekről van szó, mint Szlovákiában és Romániában, ott sem túl szép a helyzet, de ahol nagyon rossz az Ukrajna. Tudnélik, az orosz kisebbség miatt, akiket nem szeretnének sok joghoz juttatni az ukránok, a magyarok ugyanazt a nagyon szigorú kisebbségi törvényt és oktatási törvényt kapják szabályozóként, aminek értelmében pár éven belül elkövetkezhet az az idő, hogy Ukrajnában a magyar kisebbség, tehát Kárpátalján legfeljebb alsó tagozatban tanulhat anyanyelvén. Utána már nem. Tehát egyelőre itt állunk. Igen, hát ugye hol súlyosabb, hol kevésbé súlyos problémákkal szembesülhetünk, akkor eltérően az egyes országokban, és a kérdésem azt tanárnő az, hogy mi magyarok, tehát az anyaország mit tud tenni a helyzet javítása érdekében?
hogy hogyan tudunk részt vagy szerepet vállalni ebben? Hát az, hogy magyar nyelvstratégiát ugye úgy írunk, sőt a nemzetpolitika arra törekszik, hogy mindenképpen helyzetbe hozza idézőjelben a határon túli magyarokat, ez mutatja a segítség szándékát, illetőleg az ő módszereik, módjaik mutatják a módszereket is. Hivatalosan bele nem szólhatunk abba, hogy milyen az oktatási rendszer, tehát egyáltalán a jogi dolgokban. Európai fórumokon esetleg lehet képviselni, ha olyan a helyzet, tehát külpolitikával is lehet javítani. De elsősorban a támogatás, ami legelsősorban lelki támogatás szerintem, tudnélik a nagyon felemás helyzetben lévő emberek, akik egy más nyelvű környezetben kell, hogy a saját anyanyelvüket megőrizzék, vagy kellene, olyan helyzetben vannak, hogy kell nekik a lelki erő. Másrészt az az anyagi támogatás, amelyik lehetővé teszi, hogy a magyar nyelv ismeretében, annak a használatával is boldogulni lehessen. Mert hiába tud valaki jól magyarul, ha nincs hol dolgoznia és használni a magyar nyelvet. És maga a tanulmánykötet hogyan járul hozzá a helyzet javításához? Hogyan használhatjuk ezt ennek érdekében? Mivel ezek stratégiai fejezetek, tehát ezeknek egy rövidebb változata, valószínűleg egy nagy nyelvstratégia részeként hivatalos fórumokra megy tovább, úgy, hogy olyan tanácsainkat, amelyeket nagy munkával összegyűjtöttünk kintiektől és más helyekről, esetleg komolyan veszik és felhasználják, ez az egyik. A másik, amit én nagyon fontosnak tartanék, csak tartok tőle, hogy épp ők nem fogják elolvasni, azoknak a magyarországi magyar állampolgároknak ajánlanám, akik még mindig nem tudják hova tenni a határon túl élő magyarokat, és románnak, meg szlováknak, meg ukránnak, meg egyébnek tartják, valóban olyan állampolgárok vagy olyanok is, de ha kicsit jobban látnak azt az objektív képet, amit itt adtunk a kötetben, mert hiszen ebben nem érzelmek vannak. Leírom, hogy szükség van az érzelemre, de én az érzelmeimet félretettem, hanem tények, statisztikák, hogy fogy, milyen a demográfia, hogy csökken a magyar népesség a határon túl, jobban megértenék, hogy ennek van jelentősége. Akkor, amikor annyi kisebbségi csoportot védünk, jogaikért harcolunk, akkor a nemzeti kisebbségek sajnos Európában meglehetősen háttérbe szorulnak, legalábbis a mindennapi beszéd szintjén, de nagyon sokszor a hivatal, akár az európai intézmények szintjén is ezekkel nem akarnak foglalkozni. És ha ezt sokan megtudnák, hogy milyen lehet vajon határon túliként leélni az életünket, kisebbségiként, akkor talán megértőbbek lennének, mert hiszen erre is szükség van. Köszönöm szépen talán önnek a részletes választ. Az utolsó kérdésem egyébként pont az lett volna, hogy kiknek ajánlaná ezt a könyvet, úgyhogy ezzel ezt meg is válaszolt a tanárnő. Köszönöm szépen, és azt is, hogy itt volt velünk és megosztotta velünk a gondolatait, valamint a kedves nézőinknek is köszönjük szépen a figyelmet.